Tisztelettel felkérem dr. Turi György polgármester urat köszöntői elmondására. Hölgyeim és uraim, tisztelt Csolnai nyugdíjas klubtagok! Köszönöm, hogy itt lehetek az ünnepségükön. Megmondom őszintén, hogy nagy örömmel jöttem, nagy örömmel fogadtam el a meghívást. Hogy miért is? Ennek több oka is van. Az első oka talán az, itt végignézve jelenlévőkön, az önöket követő korosztálynak a tagja vagyok, és azt hiszem, hogy ez is már komoly kötődést jelent. De talán azt is elmondhatom, hogy érzelmileg nagyon kötődök a nyugdíjasokhoz, a többi korosztályt meg nem sértve, ennek nagyon egyszerű magyarázata van, a feleségem is nyugdíjas már. Azt hiszem, hogy talán azt is elmondhatom, hogy nagyon sok hasonlóság van a gyerekkorunkban. Akkor még nem voltak ennyire egyfortos házak, nem volt központi fűtés, nem volt fürdőszoba, nem volt tévé, nem volt Lego, nem volt mobiltelefon, de sokkal szorosabb emberi kapcsolatok voltak. Sokkal segítőkészebbek voltak akkor az emberek, én csak a gyerekkori emlékeimet tudom elmondani, nektek felidézni. Mind a két szomszédunkkal nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltunk. Ha apámék állattartással foglalkoztak, ha éppen szénabetakarítás időszaka volt, akkor ha hoztak egy szekély szénát, kérés nélkül jöttek a szomszédok, segítettek a szénát feladni, illetve fajtába elhelyezni. Ugyanúgy ősszel kukoricafosztás idején szintén kérés nélkül jöttek át hozzánk, és emlékszem rá, amikor már kicsikét sihedervé váltam, akkor a pajta, illetve az istállóból nekem kellett vinni már meghoztott kukoricát a góréba, és nagyon sokszor fukba tettem meg az utat, hogy ne maradjak ki addig a beszélgetésből, mert amit nem az istállóba töltöttem, akkor nem hallottam, hogy miről beszélnek. De a viszont visszasegítés is megvolt. Édesapám ölte meg mind a két szomszédban a disznókat, ő dolgozta fel, ezt szerencsére megtanultam tőle. Akkor minálunk még egyetemista koromban is ütöttek kenyeret, és amikor a nagy sátoros ünnepek jöttek, akkor a szomszédok megkértek bennünket, hozták át a kalácsot, hozták át a kuklófot, hogy megsüthetik-e, ők is természetesen megsüthették. Tehát így segítettük egymást, annyira jó kapcsolat volt, hogy például a baloldali szomszédunknál, Cinderéknél, Mári néni nagyon jól tudta, hogy mi a kedvenc eledelem, és hogyha bablevest, illetve Mákos Mácsikot között, akkor átszólt, vagy átüzent, hogy menjek át hozzájuk ebédezni. A másik oldali szomszédunk pedig Nagy Kálmán bácsi tulajdonképpen tiszteletbeli nagyapám volt. Nagyapáimat, a apai nagyapámat nem ismertem, anyai nagyapám 60-ban, és 1960-ban, és tulajdonképpen ő vált a nagyapámmá. Amikor egyetemista voltam, akkor is, ha megtudta, hogy hazajöttem, akkor átjött hozzánk, és ott a szobába, pipázgatva, üldögált az ágyam mellett várta, hogy fölébredjek. Abban az időben nagyon nehéz volt pipát szerezni, és én hoztam neki egy pipát Pestről, és ezt a pipát szorongatva agyvérzést kapott, és ezzel a pipával temették el. Tehát ennyire jó kapcsolatok voltak akkor még. Az utcán minden este, nyáron kint üldögáltak az idősebb emberek, én kimentem hozzájuk hallgatni. Amit ott elhangoltak, megbeszélték a napi történéseket, nagyon sok történetet meséltek, világháborúkról, ugye már mind a kettőn az időben 50-es évek végén, 60-as évek elején túl voltunk, és én azt állítom most is, hogy nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, és még most is talán a döntéseimmel is föl tudom használni azt, amire intettek. Hát ilyen kapcsolatokban nőttem fel, és sajnos én úgy érzem, hogy ezek a szoros emberi kapcsolatok megszűntek, és bízom abban, illetve azt hallom, hogy a nyugdíjasoknál viszont ezek alakulnak ki, ezért jönnek össze hetente minimum egyszer, közös programokat szervezni, elbeszélgetni, a problémáikat egymással megbeszélni, mert azzal, hogy megbeszélik a problémáikat, akkor már tulajdonképpen segítettek is önmagukon. Nos, ehhez kívánok én önöknek nagyon sok erőt, egészséget és további sok-sok jubileumi évet. Köszönöm neked! Fogadják nagyon sok szeretettel a napközi otthonos óvoda Lurkó csoportjának
kedves műsorán Pócikné Pásztor Krisztina és Szabolcs Berta Ildikó óvodapedagógusok vezetésével. Itt szeretném megragadni az alkalmat, a Nyugdíjas Egyesületünk nevében köszönetet mondjam mind a gyerekeknek, mind a felkészítőknek és a kedves szülőknek, hogy ezen az esős vasárnap délután elhozták ide a gyerekeiket, hogy minket megörvendeztessenek. Thank you.
áldozatos szívvel szeretetet adni, jóságos szívünkbe vidámságot lopni. Milyen jó is néha örömöt szerezni, a nevük napjára virágcsokrot szedni, kisírt könnyed szemmel nagyanyóhoz bújni, nagyapó mesén este elaludni. Meséltél és meséltél igazakat szépen, és kívántam, hogy a mesét sose érjen véget. És mit adtam én cserébe? Talán sosem kértek, de talán a két szemem elárult a népet. Kinek nincsen párja, keressen magára, mert ha nem jut még itt, söprő marad még itt. Nagy írnál a legények, kiöntötték a tejet, Mári néni János bácsi bosszankodtak eleget. Elétek állok, társaim nevében minden jót kívánok!